boldog új évet kívánunk. Reméljük 2014-ben is velünk töltik a csütörtök estéket. Mi a magunk részéről mindent megteszünk idén is azért, hogy önöket a szegedi kulturális élet minden apró részletéről tájékoztassuk. Ahogyan azt megszokhatták, ott leszünk a színházi premiereken, a koncerteken, a nyári fesztiválokon, a kiállításokon és a tárlatokon is. Mai adásunkat egy kis visszatekintéssel kezdjük. A Napfényfürdő Akvapolis számára a 2013-as év a rekordok éve volt, kiderül majd, hogy miért. A stúdióba várjuk az egyetem média szakembereit, akik egy új képzésről számolnak be. Bekukkantunk Szipál Márton műtermébe, a népi hiedelmekre hagyatkozva pedig kiderítjük, hogy mit tartogat számunkra 2014, és azt is megtudjuk, hogyan ünneplik a karácsonyt a Szerb Egyesület tagjai. Természetesen játszunk is, kérdésünk, mikor van a szerb karácsony, egy dátumot várunk önöktől. Ezúttal SMS-ben a 0620 5606 956-os telefonszámra január 7-ig írhatnak. És hogy mit nyerhetnek? Egy 5000 forintos vacsora utalványt, amelyet az Art Hotel Szeged ajánlott fel, 2 darab belépőjegyet a Napfényfürdő Akvapolisba, 2-szer egy heti menü házhozszállítást, amelyet Zubor Péter házias kifőzdéje kínál, egyhetes bérletet gyermekek részére Wing Chun edzésre a TM World felajánlásában, továbbá a Tip Top Service 2500 forintos utalványát, amelyet háztartási javításokra lehet felhasználni, sorsolni pedig január 9-én, vagyis egy hét múlva fogunk. Megnyitása óta a 2013-as év volt a legjobban a Napfényfürdő Akvapolis számára. A szegedi fürdőkomplexumba közel 500 ezeren látogattak el tavaly, míg a vendégészakák száma 5-6%-kal nőtt a 2012-es évhez képest. A Napfényfürdőben nem csak kikapcsolódni, de tanulni és bulizni is lehet, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Napfényfürdő Akvapolis nem csak a szegediek egyik legkedveltebb fürdője, Magyarország minden tájáról és külföldről is rengeteg vendég érkezik a Csúszda Parkos Wellness Centrumba. Különleges szolgáltatásokkal is várják az ideérkezőket, így például a búvárkodás alapjait is meg lehet tanulni az úszodában. A tanfolyam orvosi alkalmassági vizsgálattal kezdődik, ezután következnek az elméleti ismeretek, a záróvizsga után pedig jöhetnek a gyakorlatok, előbb medencében, majd pedig nyílt vízen. Hogyha az ember tudja a szabályokat, és azt is elfogadja, hogy a víz az nem a mi világunk, és amikor lemegy, akkor más szabályok szerint kell mozogni és cselekedni, és hogyha ezt elfogadja és minden szabályt betart, akkor tulajdonképpen 99%-ig kiküszöbölhető bármilyen hiba. A vízben nyugalom van, béke és csend, mindenkire egyformán hatnak a fizika és a biológiai törvényei, így a legkisebbekre is. Az első bizonytalan mozdulatok után magabiztossá válik a mozgás. Az úszás javítja az erőllétet és erősíti az immunrendszert. A mosoly azonban nem ennek szól. A babaúszás ugyanis családi program, ahol a gyermek és a szülő is tanul egymásról. 45 perc a foglalkozás, bemelegítő gyakorlatokkal kezdünk, azután ilyen merülésre rávezető, majd merülős feladatokat hozzuk, ugye, hogy hol tart éppen az edzettség stádiumában, és különböző játékos feladatokat végzünk. Ugrás! A nagyobb gyerekek közé már 7-8 hónapos babák tartoznak. Míg a legkisebbek a vízzel ismerkednek, merüléssel rávezető gyakorlatokkal, addig a nagyobbakra már komoly feladatok várnak. A kötötte foglalkozás azonban nem minden csemetének tetszik. Pillanatnyilag az érdekli csak, hogy nekik legyen mozgástere. Tehát igen, most is látszik, hogy ezt a kötöttséget, hogyha lefogja valaki, vagy egyáltalán meg egy nyugodtan kell maradni, ezt nem szeretik. A korábbi válogatott kosárlabdázó Fűrész Emőke és a vízilabdázó Varga Péter kislánya igazi kis vízibolha. Boróka imádja a vizet, így mindig ő az első, aki beveti magát a medencébe. Édesanyja biztonságot jelentő karjai közé. Nem csoda, hogy ez a pici lány így szereti a strandot. Sportos szülőknek sportos a gyermeke is. Elkezdtük már 4 hónaposan, és imádja, úgyhogy szerintem erre már egész héten. És amit látható, víz alatt szeret lenni. Az egyéves Urbán Norina szintén 3 hónaposan kezdte a babaúszást. Édesanyja fehér hajnalka a rendszeresség híve, így minden szombat reggel a Napfényfürdő Akvapolisban kezdődik számukra.
Norina már a haladó csoport tagja. Nem volt sose sírása a probléma, mostanában nem szeret annyira merülni a víz alá. És mi lehet ennek a csúba? Kiderítettétek-e már? Nem tudom, most a hisztis korszakunkat éljük, úgyhogy nem tudjuk pontosan. Ennek a hisztinek a szombati edzésen nyomát sem láttuk. Norina vígan pancsolt a többiekkel. A medence közvetlenül a Baba-mama világ szomszédságában helyezkedik el. Ez egy olyan helyiség, amelyet kifejezetten a picik és szüleik kényelmére alakítottak ki. Itt kiságy, pelenkázó, szoptató fotel, mikrohullámú sütő várja a családokat, hogy a strandon eltöltött idő igazán kellemes kikapcsolódást nyújtson. A napfényfürdő Aquapolis felnőtt vendégeinek kínálja a csendes wellness részleg szolgáltatásait. A csendes wellness részlegünkben egy 25 méteres feszített víztükrű medence, egy ülőpados medence, illetve egy jacuzzi várja a vendégeket. Emellett finszauna, infraszauna, sószoba, aromakabin és gőzkabin az, amit még használhatnak a vendégek. A finszaunában rendszeresen rendeznek szaunaszeánszokat is, mit kell ez alatt érteni? A szaunaszeánszokról annyit kell tudni, hogy nálunk a csendes wellnessben napi 4 alkalommal tartunk szaunaszeánszokat. Ilyenkor szaunamesterek vezetik ezeket az összejöveteleket, és gyakorlatilag különböző anyagokat visznek be a szaunába. Tartunk sós olivás szeánszot, frissítő gyümölcsös, jeges, mézes szeánszokat. A finszauna mellett az infraszauna és a fénykabin is segít a kikapcsolódásban, ellazulásban. Aki egy jó masszázsra vágyik, az is számos lehetőség közül választhat. Vannak olajos, illetve kozmetikai masszázsaink, 30, illetve 50 perces masszázsokat kínálunk a vendégek részére. Frissítő aromamasszázs, gyógynövényes masszázs, mandulaolajos, szőlőmagolajos masszázsaink vannak, illetve a kozmetikai masszázsok közül kiemelném a kávés méregtelenítő masszázsunkat, a mézes masszázst, illetve a csokoládés testmasszást. Vannak, akiknek a kikapcsolódás egészen mást jelent. A fiatalok a csendes wellness helyett a buli medencéket választják. Egy éves egyeztetés után sikerült ezt a rendezvényt kalapács alá hozni, és azt hiszem már ilyen 7 vagy 8 éve vannak tesisbulik Szegeden. Igazából a hely adottsága az abszolút exkluzív, fürdősbuli, ez nem mindig van ilyen lehetőség, alkalom a fiatalokat ilyen helyre hozni, és így ezt a csúszdaparkot is, és a csendes wellness-t a kinti medencével, a szaunával kiegészítve, zenészekkel, DJ-kkel. Úgy gondolom, hogy Szegeden ez egy abszolút nem sűrű dolog. Olyan programot, ahol úgy érzi, hogy ki tud kapcsolódni, és ezért nagyon fontosak az olyan típusú programok, rendezvények, ahol a fiatalok meg tudják találni a szám, ahol ismerkedni tudnak, barátkozni tudnak, és az ilyen szinterek egyrészt több minden mást is adnak, hiszen nagyon sokan az egyetemisták között nem ismertek bizonyos szegedi létesítmények, ez egyben megismertetjük velük, és ugye ez egy további folyamat, hogy utána ők maguktól is eljönnek, ezt élményként elviszik magukkal. Most pedig kulturális rovatunk következik. Nyugodtan mondhatjuk, hogy kultúránk meghatározó részévé váltak a számítástechnikai eszközök, az elektronikus kütyük. Talán éppen ezért indult mobilos képzés a Szegedi Tudományegyetemen, de hogy pontosan mi indokolta az elsőre igazán érdekesnek tűnő képzés elindítását, erről kérdezem a Média Tudomány Tanszék két oktatóját, Pusztai Bertalant, egyetemi docenst és Baló Csabát oktatót. Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok! Szóval miért is indult el ez a képzés? És milyen képzésről beszélünk egészen pontosan? Ez egy mobil és közösségi kommunikációs képzés. A képzés tartalmáról a későbbiekben majd érdemes részletesen is beszélni. A miértről, valóban erről van szó, egész egyszerűen egy életünk részét képezik ezek az eszközök. És nem csak egyszerűen arról van szó, hogy itt használjuk ezeket az eszközöket, és ott lapul a zsebünkbe, de úgy látja a társadalomtudomány, és hát ezt hangsúlyozni kell, hogy ez egy elméleti alapokon nyugvó képzés, nem egyszerűen a kütyüket nyomkodjuk,
úgy látja a társadalomtudomány, hogy ez alapvetően változtatja meg a kultúránkat és a társadalmunkat, ezek az eszközök, és a mobilitás. Maga. És ezt ismerte fel az egyetem? Igen, ezzel kapcsolatban nálunk elméleti jellegű vizsgálódások, érdeklődés, elméleti jellegű kutatások eddig is voltak. A mobilitásnak a társadalma, sokszor úgy szoktunk beszélni a mi világunkról, és ez még egyszer mondom, nem csak a kütyükre vonatkozik, hanem egész egyszerűen idő- és térfelfogásunkra, kultúra használatunkra, és hát a kütyük azok pedig ezt gyönyörűen leképezik. Emellé akartunk most valami gyakorlatit is még rakni. Milyen volt a fiatalok érdeklődése a téma iránt? Hát nem csak a fiatalok érdeklődése, hanem a szakma reakciója is teljesen pozitív volt, illetve a partnereink reakciója. Ugye azt tudni kell, hogy ezt a Telekommal közösen indítottuk el ezt a képzést. Nagyon sokan keverik azzal is az előző kérdésre visszautalva, hogy mi ez a képzés, hogy mi nem, inkább ez lenne fontos. Tehát nem programozunk az órákon, nem az történik, mint mondjuk az informatikai karon, hanem egyrészt a digitális kultúra elméleti hátterével ismerkednek a hallgatók, illetve olyan gyakorlati képzést kapnak, amelynek segítségével könnyebben el tudnak helyezkedni adott esetben a munkaerőpiacon. És a reakció részükről is mondom nagyon pozitív, ugye ők sokszor hiányolják azt, hogyha egyetemre mennek, akkor ne csak azt tanulják, ami mondjuk pár éve fontos volt a tudomány számára, hanem amit most látnak a mindennapokban, most használnak a mobil alkalmazásokat és mobiltelefonokat, ezekről is halljanak. Ez így van, viszont ez egy folyamatosan változó világ, így gondolom a tananyagnak is folyamatosan változnia kell, hiszen itt beszélhetünk arról, hogy évről évre újfajta eszközök és újfajta alkalmazások kerülnek előtérbe. Ezt is nagyon nehéz lehet követni, ezt hogyan lehet? Igen, ezt úgy próbáljuk meg megcsinálni, megoldani ezt a lehetetlenséget, hogy igazából itt az elméleti alapok is, amelyek ezzel foglalkoznak, médiatudományi, antropológiai elméletek, ezek folyamatosan vizsgálják is a társadalmat, tehát követik ezeket a változásokat. Mi magunk többen végzünk, azt hiszem mindannyian végzünk ilyen jellegű kutatásokat, alkalmazott és elméleti kutatásokat is, amelyeket igyekszünk publikálni is. És emellett az, amit Csaba is említett, a szakmai partnereink, a Telekom, a Kirovszki és a Carnation ügynökségek, ezek egész egyszerűen frontvonalában vannak ennek a változásnak. Ugye? Tehát ők, hogy úgy mondjam, az ütőéren tartják a kezüket tényleg, a hüvelykújjukat, és teljesen up-to-date ismereteket hoznak. Ők keményen részt vesznek ebben az oktatásban is. Na most ezt értem, hogy az elméleti része az hogy zajlik. És a gyakorlati, mindenki előkapja, ami éppen nála van, mobiltelefon, vagy pedig táblagép, számítógép. Hogyan zajlik a gyakorlati képzés? Ugye most ez elindult a képzés szeptemberben, és az első év az főleg elméletről szól, tehát tapasztalataink már erről vannak. Gyakorlatról terveink, a gyakorlattal kapcsolatban terveink vannak. Hát előkaphatja egyrészt mindenki, ami nála van készüléket, de itt nem csak sőt elsősorban nem a hardware-rel és aznak tulajdonságaival kell ismerkedni, hanem az ezen futó szoftverekkel. Tehát mondjuk a gyakorlati képzés részét képezi az is, hogy a hallgatók ne csak használják az alkalmazásokat, mondjuk a népszerű Angry Birds játékot, hanem tanuljanak meg tervezni ilyen alkalmazásokat. Mondom még egyszer, nem leprogramozni, lefejleszteni ezeket, hanem megtanulják, hogy mondjuk nagyon nem mindegy, hogy a képernyő bal alsó sarkába teszünk egy visszagombot vagy a jobb felsőbe, mert viccesen hangzik, de adott esetben ezen múlott egy alkalmazás sikere, hogy mennyire kényelmes használni a felhasználónak ezt. Hát erre valóban nem gondoltam volna. Amikor még én egyetemista voltam, akkor mi az információért általában a könyvtárba jártunk. A mai fiatal az felüti a gépét és az interneten kutakszik. Gondolom ez is indokolta a képzésen indítását. Ez mindenképpen benne van az okok között, ez is megtalálható valóban. Én még egyszer talán azt hangsúlyoznám ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy igazából olyan embereket képzelünk mi el, akik valóban nem a programozási részét értik, mert vagyunk meg őszintén, az egy szakmunka, és azt, hogyha pontos a feladat meghatározás, pontos lesz a végrehajtás. Itt nagyon fontos szerepet szánnák annak a fajta kreatív, a társadalmi változásokra érzékeny, társadalomtudományokban jártas, de ugyanakkor a technikától egyáltalán nem elrugaszkodott embereknek a képzésében, akik egész egyszerűen megérzik azt, hogy ez a piac merre felé halad, megérzik azt, hogy ezek a változások merre felé haladnak, akik észreveszik azt, hogy nem tudom én, a turistáknak miért jó, hogyha egy web2-es felületen megosztatják az élményeiket, miért fogják ezt szívesen csinálni, hogyan fogják ezt szívesen csinálni, és mi a következő utazók miért fogjuk ezt szívesen használni majd, és miért akarunk egy ilyen alkalmazást, és mondjuk nem a utazási irodáknak a marketing szövegét.
Na most úgy látjuk, hogy az üzleti partnerek, akik ebbe beszálltak, és ingyen, térítésmentesen, gyakorlatilag hát az egyetem számára ugye ez egy ilyen felajánlás, és az iparra való nagyon mintaszerű kapcsolatnak látjuk mi. Ezek az üzleti partnerek azért egy valamiért szálltak ebbe bele, és az pedig a képzett munkaerő. Tehát ők egész pontosan képzett munkaerőt akarnak, és azt látják, hogy nekik nem informatikus kell, hanem nekik egy olyan ember kell, aki az informatikusnak ki tudja jelölni, hogy na hát itt van a célpont. Akkor azt mondja, hogy már nem csak az oktatásban fontos szerepet kap az internet, hanem már a munkahelyeken is elvárás az, hogy valaki tájékozott legyen teljes mértékben az informatikán belül. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye most mondjuk alkalmazást tervezőkről beszéltünk, vagy kommunikációs szakemberekről. Igazából nem azt mondom, hogy minden munkahelyen, de mondjuk az orvostól kezdve a magyar tanárig, hogy két ilyen szélsőséget mondjak, mindenkinél fontos az, és mindenkinél munkaerőpiaci előnyt jelent, hogyha ezeket az eszközöket, akár a webes eszközöket, akár a mobiltelefonokat, illetve ezeken futó alkalmazásokat készségszinten használja. Tehát nyilván a magyar tanár is taníthat tankönyvből, de sokkal érdekesebbé teheti az órát, hogyha egy olyan ugye SMS-ben írjátok meg Shakespeare-t és hasonló feladatokat ad, amire a diákok sokkal fogékonyabbak, ugye ők már ezzel nőttek fel. Tehát egy kicsit interaktívabbá teszi a tanulás lehetőségét is. Ez egy kötelező óra, vagy pedig választható tantárgy? Úgy alakítottuk ki ezt a képzést, hogy ebben a pillanatban, és hát legalábbis az első ciklus befejezéséig, ez csak és kizárólag a kommunikáció és médiatudomány alapszakon tanuló hallgatók számára nyitott. Tehát ez azt jelenti, hogy először is sikeresen be kell kerülni a kommunikáció és médiatudomány szakra. Mindent el kell végezni, amit egy kommunikáció szakosnak el kell végezni. Tehát magyarán az alaptanulmányokat és ugyanúgy egy specializációt, nálunk 5 ilyen specializáció van, tehát bőséges a választék. És ezen felül a szabad órák terhére, ez mondjuk úgy egy kicsit ilyen összefűzött, nekik már nem szabad óra, ugye, hanem nekik össze van fűzve azoknak, akik sikeresen belső felvételi vizsgával bekerülnek erre a képzésre. Itt van egy belső felvételi vizsga, számukra ez egy ilyen összefűzött modul, és akkor így végezhetik el. Mi azt látjuk egyébként, ugye, hogy az 5 szakirányunk közül teljesen mindegy, hogy az elektronikus sajtóról beszélünk, klasszikus, ugye médiás karrierről, vagy a nagyon sikeresen futó public relations, vagy a szintén érdeklődést kiváltó nemzetközi kommunikációs képzésünkről beszélünk, a hallgatók mindenhol tudják ezt az ismeretet használni, tehát igazából mindenkinek jól jöhet, hogyha ezzel így megkoronázza még a képzést. És van egy nagyon fontos részlet, ingyenes, tehát aki kommunikáció szakon tanul, annak ezért a modulért semmit nem kell már fizetnie. Köszönöm szépen, hogy megismerkedtünk ezzel a tantárgyal is. Köszönöm szépen. Ne felejtsék el, hogy játszunk, ma azt kérdezzük Önöktől, hogy mikor van a szerb karácsony. Egy dátumot várunk ezúttal, pedig SMS-ben, a 0620-56-06-956-os telefonszámra január 7-ig írhatnak. Nyerhetnek egy 5000 forintos vacsora utalványt az Art Hotel Szegedbe, belépőjegyet a napfényfürdő Aquapolisba, egyhetes ebédházhoz szállítást, bérletet Wing Chun edzésre, továbbá a Tip Top Service 2500 forintos utalványát, melyet háztartási javításokra lehet beváltani. Az egész világ geometriára és matematikára épül, és az igazi művész, aki ezt látja, vagy a Szipál Márton, aki Szegeden tartott szemináriumot. A hollywoodi sztárok sorát lefotózó művész legfontosabb feladatának azt tartja, hogy édesapjától kapott tudását átadja a jövő fényképészeinek. Hogyan lehet egy portrét megcsinálni jól? Ezért érkezett a világhírű fotóművész Szipál Márton Szegedre. Szemináriumán a fények és a beállítás fontosságáról is beszélt a hollywoodi sztárok sorát lencse végre kapó fotós, aki szerint egyetlen milliméteren múlik az, hogy jó lesz-e az elkészült kép. Te minden reggel beállítod magadat, és tudat alatt mindenki tudja, hogy hogy néz ki jól. Tudjuk, geometriailag beállítod az arcodat. Nem, a mi agyunk fantasztikus, de senki sem bízik még saját magában se, és akkor beállítod így magadat, egy millimétert elmozdulsz, igaz? De abban a pillanatban visszaveszed, mert az egy milliméter is számít. A te szemeddel, a te szádad, hát most ha valakit lefényképeznek és elmozdul egy millimétert, az a kép rossz. Az sem mindegy, miként tartjuk a fejünket, és miként esik az arcunkra a fény. Most erre fordulunk. Az orrom kiegyenesedik, igaz? A vetgen nagy orrom legyen. Szipál Márton a legtöbb képét olcsó géppel készítette. Szerinte nem attól lesz jó egy fotó, hogy milyen technikát használunk, hanem az a lényeg, miként állunk a munkához. A nem fontos, hogy drága gép legyen. Ez nem fontos. Az fontos, hogy mit mondasz. Jó, tanítok, így magyarázom. Ennyi a gép, ennyi a világítás,
És ennyi, hogy te milyen direktor vagy, hogy te hogy tárgyalsz. Mert én valóban lefényképezek valakit, betrenírozom. Nyálod meg a szádat. Nem érdekes. Emeld fel a fejed egy picit. Menj le a fejjel. Menj le a fejjel. Ezt csak mind azért csinálom, hogy lássa, én vagyok a főnök, te vagy a színész, azt csinálsz, amit én akarok. Mikor már látom, hogy hallgat rám, picit fordítsd el a fejedet. Nem jó. Fordítsd vissza a fejedet. Ez mind csak azért, hogy téged betrenírozzalak, hogy te azt csinálod, amit én mondok, és ha látom, hogy az illető betrenírozott, akkor elkezdem komolyan csinálni. Tudatosság és precizitás, ez jellemzi Szipál Mártont. A kiváló portréfotós célja, hogy átadja mindazt, amit édesapjától tanult. Én tanítani nagyon szeretem, megmondom őszintén, 16 éves koromban a piaristáknál katolikus pap elmondta a darwinizmus és az evolúciót. Hát én meg se születtél, akkor ilyenre gondoltál, becsuktak börtönbe. És én elhittem, és én most is azt hiszem, hogy megtanítom 5 embert fényképezni, inkább jutok a mennyországba, mint hogy elmegyek a templomba és másfél órát imádkozom. Azt tapasztalja, a szemináriumokon úgy viselkednek a fotós tanoncok, mint az iskolában. Sokszor nem figyelnek, pedig precíz és alapos tudás nélkül senkiből sem lehet jó fotós. A forma a legfontosabb, ami vonzza a szemet. Formát nem, ha forma nincs, nem vonzza a szemünket. Szerintem a művész az egy művet csinál ésszel. A fényképész fényel és ésszel csinál egy művet. És azért csinálják a művet, mert ezek a művészek borzalmas, jó emberek. És azt akarják, hogy a művüket lássák. Ezt csak meg lehet, úgy látják, annak geometriai formája van. Az egész világ geometria, matematika. Ezt valaki tagadja, akkor nem tudom elképzelni, hogy tudunk felmenni a Holdra. A világ nem matematika. A matematika és a geometria előbb volt, mint a matematika. Szóval azt akarjuk, hogy ránézni egy képre, vagy egy házra, vagy egy szoborra, vagy bármire, annak geometriailag szépnek kell lenni. Ha nem szép, az szerintem nem egy művészeti alkotás. A fotóművész azt vallja, van, amit csak egyféleképpen lehet tökéletesen lefotózni, és erre kell törekednie mindenkinek, aki fényképezőgépet vesz a kezébe. Szerintem mind a kettőhöz tesz, csak innen néz ki, jó? Nem látjátok, ez a fény csinálja a képet, és ez a kis pöjtjét. A tényleg az egész azt meg volt világítva. Ahogy fogalmazott, egy jó kép olyan, mint egy bemutatkozás. Az előbbi képsorokat együtt néztük Kelemen József fotóssal, akinek meghívására érkezett Szegedre Szipál Márton is. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Szóval miért tartotta fontosnak, hogy idehívja Szipál Márton Szegedre? Én is köszöntöm a kedves nézőket. Én Mártinnál tanultam körülbelül 6-7 évvel ezelőtt, egy fél éves kurzuson vettem részt, és elhatároztam, hogy amennyiben lehetőségem nyílik rá, akkor én őt meghívom ide egy workshop levezénylésére, egy tanfolyam, egy egynapos tanfolyamra. A meghívásomnak eleget tett, és hát szívesen le is jött ide Szegedre. Miért érdekes az ő munkássága? Miben különleges ő? Hát én azt gondolom, hogy van egy sajátos látásmódja, ami már nem feltétlenül a legmodernebb, hiszen már, bocsánat, ugye ő nagyon régi hollywoodi fotósként kezdte a pályáját, és nagyon sok emberrel találkozott. Volt egy érdekes történet, ha ezt elmeséltem a tanfolyamon, illetve hát ezen a workshopon, jöttek különböző karakterek. Én meghívtam különböző karaktereket direkt, hogy lássuk, hogy azokat ő hogy kezeli, hogyan készítene róla képeket. Erről már önnek is volt egy elképzelés, hogy ön hogy fotózna, és kíváncsi volt rá, hogy a művész úr hogyan teszi mindezt? Igen, igen, többnyire. Én elhatároztam, hogy mindenkiről készül jó néhány kép, hogy azért elégedettek legyenek a modellek is, a karakterek is, illetve hát, hogy azért akik ott tanulnak, azok is lássanak többet. És hát volt egy nagyon pici kis incidensünk, hogy Mártin beállította egy képet, és azt mondta, hogy mindenki azt csinálja. És én nem értettem, hogy miért nem. És azt mondja, hogy csinálhatunk 5 képet, de abból csak egy lesz jó. És akkor... És hát, ő tudta előre, hogy melyik a jó? Igen, és ő azt állította be. Tehát hiába csinálunk 5 képet, úgyis csak egy lesz jó. És ekkor értettem meg én is, hogy hát
igen, tulajdonképpen nem fogunk itt előrébb jutni, és inkább akkor csináljuk azt, amit ő szeretne. Ez így van, csak hogy a digitális fotózás az lehetővé tette számunkra, hogy annyi képet készítsünk, amennyit csak szeretnénk, és szerintem ez a mai világban pont fordítva van, ha bár lehet csak a laikusoknál, hogy annyit fotózunk, amennyit csak tudunk, és majd csak lesz belőle egy jó. Hú, én azt gondolom, ez a megközelítés nem helyes. Én nem ezt tanultam. Hát fotográfus. Én meg nem tanultam. Valószínűleg én nem ezt tanultam. Ennek több oka is van. Ha valaki úgymond pénzért dolgozik, hivatásszerűen... Ez a foglalkozása, akkor az utómunkálatok, akár egy válogatás, stb. Tehát ez annyi időt vesz igénybe, hogy sokkal jobb, ha inkább megtanulja, hogy mit kell csinálni, és megcsinálja azonnal, nem pedig utána két napig dolgozik, mert azt már nem fizeti meg neki senki. Tehát én azt gondolom, hogy célszerű megtanulni, hogy ne, hiába van digitális gép, hiába lehet nyomni a gombot, idézőjelbe, ne. Mivel szeret jobban dolgozni, digitális géppel, vagy... Én csak digitálisra, és soha nem, nagyon keveset, én ezt a... Filmes géppel már nem. Én nem is tanultam régebben, én még csak egy 6-7 éve kezdtem ezt a fotózást, vagy 6-7 éve kezdtem a fotózással foglalkozni, és akkor már digitálissal. Tehát az én életemből kimaradt a filmes korszak. Miért van az, hogy a fekete-fehér filmes, vagy fekete-fehér fotók sokkal jobban mutatnak, mint a színes fotók? Hát azt gondolom, hogyha fekete-fehér képet nézünk, persze ez nem minden esetben van így, szerintem. Én embereket valahogy szeretek, nekem beszédesebbeknek tűnnek. Én embereket szeretek fényképezni az embereknél. Hát hiszen, ha megnézzük valakinek az arcát, vagy és igen, tehát majd maradjunk az emberek arcánál, hát olyan sok szín azért nincs rajtunk, lássuk be, hogy... Néhány színünk van, nem föltétlenül kell színesben megmutatni. Ott az a vonalak jobban érvényesülnek, elég, hogyha csak a... Tehát nem fontos látni a színeket, a vonalak fontosabbak. Inkább ezt szerettem volna. És ezt talán ez a két szín jobban kihozza? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát elegendő. Nem kell még a pluszba plusz információt juttatni az agynak, amikor bőven elegendő a karakternek a vonalait látni, és már az elegendő. Mennyire volt sikeres ez a workshop, és lesz a folytatása? Hát a visszajelzések alapján sikeresnek mondható. Folytatást tervezem, vagy tervezzük. Most azért magasra lett rakva a létszipel, mert onnan... Igen, az indulás az egy kicsit magasra lett téve. Volt már előzőleg workshopunk, az házon, tehát Szegeden, városon belül volt a szervezés. Az is sikeres volt végül is, ez egy ACT workshop volt, de szeretném, hogyha Pestről tudnék lehozni még olyan nevesebb személyeket, akiket most nem neveznék meg, de folynak a... előkészületek. És kik azok, akik érdeklődnek a fotózás iránt? Inkább amatőrök, vagy azért voltak köztük hivatásos fotósok is? Hát a Martin esetében vegyes volt a kép. Volt olyan, aki mint egy ikonra tekintett, és ezért elment megnézni, vagy eljött megnézni. Volt olyan, hát és általában az amatőrök. De mondom, azért vegyes volt a kép. Pedig hát nyilván egy olyan fotóművészről van szó, akitől azért még a jók is tanulhatnak. Igen. Még ha érdekes is a szemlélet, ahogy ön mondta. Igen, egy sajátos. Nem föltétlenül a mai kornak megfelelő, de mindenképpen fontos tudni ezt. Meg talán olyan érdekes világból érkezett ő, igen. Amit mi, ha még ha nem is mai kornak megfelelő, mi még mindig újdonságként fogadunk. Igen. Hát ugye rengeteg emlékei vannak, hát egy ilyen vetítéssel, vagy hát egy ilyen képsorozat bemutatásával kezdi az ő kis műsorát. Hát nyilván olyan személyek láthatók a képen, akiket ugye más formában már láttuk, tehát visszaköszönnek színészek, vagy akkor még színész jelöltek nagy voltak. Nevek. Igen, nagy nevek. Azóta már nagy nevek kivált. Tehát igen, érdekes ezt látni. József, nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és kíváncsian várjuk akkor, hogy ki lesz a következő workshopnak a vendége. Én is köszönöm neki. 10-szer adták át a presztízs díjakat a gazdasági élet legjobbjainak a Tanulmány és Információs Központ átriumában, ahol exkluzív gálaműsorral készültek a szervezők. 5 kategóriában hirdettek győztest, mégis 7-en vehettek át díjat. Az év üzletembere presztízs díjat ugyanis 2-en kapták. Az egyik kiemelt mecénás, a kész cégcsoport pedig külön díjat is adományozott.
van az úgyban olyan, hogy a szív tele van, nem fér hozzá más. Fiatal szerelembe kerít, ügyesen valahogy a rám talált. A 10. Presztízs Gálán az egyik legjobb hazai szimfonikus zenekar, a Szavária készült különleges meglepetés műsorral. Radics Gigivel, az egyik legtehetségesebb fiatal énekesnővel léptek fel. Érzés váratlan ünnep nyújt, ha glóriát simogat egy érzés, el kéne hinned, hogy pont nekem adtál. A Presztízsdíj első éveiben nehéz volt választani az egyre sikeresebb és sikeresebb cégek között, majd jött a válság, és a díjátadás reménysugárrá vált a túléléshez, a példamutatáshoz a többiek számára, mondta a díj egyik mecénása, a Lapkom ZRT vezetője. Úgy indultunk, hogy minden évben majd rengeteg vállalkozás közül tudunk választani, és egyfajta folyamatos fejlődést és perspektívát tudunk kínálni. Hát nyilván 2008 után a díjnak az értelmezése, vagy a szerep az inkább az lett, hogy ilyen körülmények között is vannak olyan vállalkozások, tényleg a tevékenységüktől, a méretüktől, a tradíciójuktól függetlenül, akiket oda lehet állítani mások elé példának, és igen, lehet beléjük és az ő sikereikbe kapaszkodni. Kóti Zoltán szerint a díjat, amely sokat változott 10 év alatt, akár csak az alapítók, mecénások névsora, nem fenyegette veszély. Lényege változatlan, ez a helyi gazdaságért érzett felelősség. A korábbi évek során szerzett percepcióim alapján azt mondom, hogy ezt a díjat ezt mindenki meg szeretné őrizni, meg szeretné tartani. Hát az, hogy ez mennyiben működőképes, az azon múlik, hogy az egyes kategóriákban találunk-e majd évről évre még kellő számú jelöltet, akik közül tudunk választani. Eddig ezzel nem volt probléma, én remélem, hogy a jövőben sem lesz. Az év új vállalkozása díjat a Stílusfaipari Kft. Kapta. Az idén alakult zsombói cég fő húzóágazata a hajóbútorozás, hajóbelső építészet és egyéb CNC bérmunkák. Biztos, hogy ez kint lesz a vitrínben ez a díj, és remélhetőleg fognak örülni a meglévő ügyfeleink és a következő új ügyfeleink számára is. Ez egy elismerés és egy kis bizalmat ad nekik a cégünk felé. Az év kisvállalkozása a SIK Kft. Lett. Az Újszent Ivánon működő vágópont és feldolgozó húsüzlet idén februárban indult. Csikós Ferenc célja, hogy a vevők az itthoni, jó minőségű sertéshúst kapják. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, és tehát szerintem ezzel megbecsülik azokat a dolgokat, amiket létrehozunk, és szeretnénk öregbíteni egy kicsit ezt az egész hagyományát ennek a disznóvágásnak, ennek a friss húsnak. Az év középvállalkozása a Presztízs díjat a Farmakoidea Kft. Kapta. A 2006-ban alapított biotechnológiai vállalkozás fő kutatási területe az Alzheimer, a Parkinson-kor vagy a kettes típusú cukorbetegség elleni gyógyszerek kifejlesztése. Nagyon sokat jelent nekünk ez a díj, ugye mindannyian szegediek vagyunk, szegedi a vállalkozás, itt nőttünk föl, itt tanultunk, itt hasznosítottuk a tudást, úgyhogy a itthoni elismerés az mindig nagyon sokat jelent. Az év vállalkozása a Walker Kft. Lett. A kandalló gyártással foglalkozó makói cég idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. A társaság 250 alkalmazottja a legmodernebb robottechnikával dolgozik. Jövőt illetően még jobban kell dolgoznunk, mert a mai nap, ami elég minőségbe és mennyiségbe, az hónap már kevés lesz, és minden nap meg kell újulni, és mindig jobbat kell produkálni, és akkor bizonyítjuk, hogy igenis megérdemeltük ezt a díjat. A Presztízs díjak történetében most először két jelölt is ugyanannyi szavazatot kapott, ezért a mecénások úgy döntöttek, hogy az év üzletembere díjat ketten megosztva kapják. Elsőként Zolnai Kriszta, gyógyszerész, a Kígyó Patika vezetője vehette át az elismerést. Beszédében elmondta, büszke arra, hogy most először fordul elő, hogy az elmúlt 10 évben ebben a kategóriában egy nőt választottak. Szeretném megosztani az örömömet önökkel. Megkérhetem valamennyi hölgyet, hogy egy pillanatra álljanak fel a teremben. Köszönöm. Uraim, önökön a sor. Szeretném, ha megtapsolnánk a hölgyeket.
Azt gondolom, hogy abszolút üzenete van a dolognak minden nő számára. Igenis van cél előttünk, nehéz egy férfias világban nőként olyan eredményt elérni, ahol fölfigyelnek ránk a férfiak, mert mégis a döntéshozásban is ők vannak többségben. Óriási elismerés, és nagyon büszke vagyok rá, és valamennyi nőtársamnak üzenem, hogy van miért küzdenünk, el tudjuk érni, ott tudunk lenni, oda tudunk állni a színpadra, és kívánom minél több hölgytársamnak, hogy minél hamarabb valósítsák meg az álmukat. Az év üzletembere kategória másik nyertese Ledó Ferenc kertészmérnök, a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke. Egy ilyen nagy vállalatnak a vezetéséhez ugyan kell egy jó karmester, de nem jók a hangszerészek és a zenészek, akkor ez nem fog működni. Én úgy gondolom, hogy nálunk a munkatársaim is, de mi abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy termelőket integrálunk, és az még fontosabb, hogy egy megbízható állapot tudjanak a termelők biztosítani, és ami kialakult a 10 év alatt, az a szoros bizalom a termelők között, úgy gondolom, hogy ebben a díjban mindenképpen ez is bent van. A kész cégcsoport külön díját a DVB Dél-Magyarországi Vasbetonipari Kft.-nek ítélték oda. A szegedi cég részt vett például stadion felújításokban, de az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb dél-alföldi beruházásából, a kecskeméti Mercedes gyár megépítéséből is kivette a részét. Egyrészt elismerése az eddigi munkánknak, és egy kicsit a bizalom is a jövőbe, hogy továbbra is ilyen szinten tudunk dolgozni. Reméljük, hogy a gazdaság is tervez velünk, mert a prosperáló gazdaságnál van munka, vannak beruházások, van építkezés, és nagyon remélem, hogy a 2014 az ELI kapcsán egy jelentős megrendelésállományt biztosít cégünknek. A díj mecénásai idén is kiválasztották azt az alapítványt, amelynek 1 millió forintot ajánlottak fel az Est belépőiből. 2013-ban a Gemma Szociális Szolgáltató Központ és Fejlesztő Iskola lett a kedvezményezett. A támogatók szerint azért különleges ez a 10. születésnap, mert a díj bebizonyította, szükség van rá. A gazdasági élet szereplői igénylik a sikerek elismerését, a mecénások pedig kitartottak mellette. Léteznek újévi fogadalmak, újévi szokások és babonák, amelyek egy részét sokan következetesen alkalmaznak. Mások csak úgy gondolják, hogy alkalmazzák, hiszen sokak csak hallomásból ismerik ezeket a szokásokat, és gyakran épp az ellenkezőjét cselekszik annak, amit a népi hiedelem előír. Például sokan úgy vélik, hogy ha az újév első napján piros az ég alja hajnalban, akkor szeles lesz az esztendő. Mielőtt a népi hiedelmek segítségével kiderítjük, hogy milyen is lesz a 2014-es év, azt mondom, hogy kezdjük a legelején. És derítsük ki, hogy hogyan is alakultak ki ezek a babonák, hiedelmek. Köszöntöm Bárkányi Ildikó muzeológust és Vukova Anikó néprajzkutatót. Szép estét kívánok! Szóval tisztázzuk, hogy először is népi hiedelemről vagy babonáról beszélünk. Vagy ez ugyanaz? Hát gyakorlatilag a hiedelem és a babona ugyanannak a jelenségnek a kétféle megnevezése. Talán a babonában van egy kis rossz szájíz, tehát egy kicsit pejoratív, míg a hiedelem azért egy kicsit semlegesebb elnevezés. Mind a kettő egy olyasfajta irracionálisnak vélt elképzelést takar, amit, hát hogy mondjam, nem igazán hisz mindenki, vagy nem igazán fogad el mindenki. Hogyha irracionális, akkor az azt jelenti, hogy nem feltétlen bizonyított a megfigyelés, amire ez hagyatkozik. Így van, talán a hiedelmeknek ez is az egyik fő jellemvonása, hogy a hiedelmeknek a valóságát nem kutatja az, aki hisz bennük, hanem miután egy egész közösségnek a tudásához tartozik, így úgy gondolja, hogy a közösség által ellenőrzött elképzelésről van szó, és elfogadja. Január 2-án mit jósolhatunk a 2014-es esztendőre, a népi hiedelmekre hagyatkozva? Népi hiedelmeket vesszük alapul, akkor január 2-án már tudhatjuk, hogy amit csináltunk január 1-én, azzal fog telni az egész előttünk álló esztendő. Ezért sokan ez dologtiltó napként, vagy legalábbis ugye a kellemetlen nehéz tevékenységek elkerülését tartották szem előtt ezen a napon. És természetesen férjósló
hiedelem is kötődött ehhez a naphoz, sok más ilyen nap van egyébként a naptárban. Jelesül, hogyha eladó sorban lévő lány amilyen keresztnevű férfival találkozott, olyan nevű jövendőbelire számíthatott, vagy legalábbis olyan... Tehát, hogyha az év első napjaiban, jó, vagy napján, tehát ez most akkor ez a tegnapi napon, kivel is találkoztunk. Igen, tehát ezeket... Érdemes számon tartani, és ugye hát a táplálkozás is fontos, ugye disznóhús és lencse a hagyományos újévi eledel. Disznóhús azért fontos, mert ugye a disznó a népi hiedelem szerint kitúrja a szerencsét, még ugye, hogyha csirkét eszünk, az elkaparja a szerencsénket, hogyha halat, a hallal elúszik a szerencse. Na most bocsánat, hogy közben annyit hallottam, hogy aki folyóparton vagy tóparton él, az ehet halat, mert annál pont ellenkezőleg hat. Tehát mi itt Szegeden beúszik. Talán védettek vagyunk, hogyha valaki tegnap fogyasztott halat, akkor nem biztos, hogy annyira mellé nyúlt. Igen, hát ez egy tulajdonképpen ilyen tájanként változó. Mert csak így védték magukat a szegediek. Szokás, igen. Van, és a másik pedig ugye a hal pikkelyét halpénznek is szokták nevezni. Na igen, tehát igazán, ez az, tényleg. Ez is belejátszik abba, hogy itt nem feltétlenül szerencsétlenséget hoz a halfogyasztása. Tehát ez ugye a lencséhez hozzák, hogy valóban akkor itt sok pénzünk lesz. És januárban még mi az, amire figyelhetünk? Most már sajnos az elsőjén túl vagyunk, de még annyi nap áll előttünk, hogy mi az, amivel esetleg egy kicsit befolyásolhatjuk az idei esztendőt. Januári hiedelmekkel kapcsolatban például ugye időjárás jósló, ugye Vince napján, hogyha csorogó Vince teli lesz a pince, ezt mondja a népi. Ez a borászoknak jó hír. Így van, tehát ami azt jelenti, hogy csapadékosabb az idő aznap, tehát már olvadás indul el, akkor bőséges szőlőtermésre lehet például számítani. Mennyire voltak meghatározóak mondjuk 100 évvel ezelőtt ezek a népi hiedelmek? Mert szerintem ma már azt mondhatjuk, hogy egy picit ezek a hagyományok úgy elvesztették az érdeklődést. Nem biztos, hogy jól mondom, de nem tudom, önök hogy látják. Ma már talán nem ismerjük annyira ezeket a hagyományokat, népi hiedelmeket. Én azt gondolom, hogy egy jó néhány ilyen hiedelem az azért még a mai napig is él. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan tesznek is mágikus dolgokat annak a biztosítására, hogy az esztendő szerencsés legyen, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem hisznek benne. De valahol azért a tudatunkban mégis ez benne van. Sokan például nem szeretnek január 1-én pénzt kiadni. Azt mondja tréfásan, hogy hát ezt nem hiszek benne, de azért úgy valahogy mégiscsak megtartja ezt a szokást. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen azért ezek a hiedelmek nem koptak ki, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy keletkeznek újak is. Mik ezek a 21. századi hiedelmek, amit mostanában látunk napvilágot? Nem feltétlenül az új év napjához kapcsolódik, de például autós hiedelmek vannak, hogy hogyan lehet a baleseteket elkerülni, például hogyan bele kell rúgni az autó gumiába, tehát hogy egészen új keletű. Akkor a fekete macska is az új keletű dolgok közé tartozik, hogy hátra kell lépni hármat, hogyha a fekete macska átszalad előttünk, és akkor mindegy, hogy balról jobbra ment, vagy jobbról balra, mert nem okoz problémát. Ez régebbi? Hát, úgy mondanám, hogy mai napig kitart, ugye jelen van mind a városi, mind a vidéki, falusi folklórban, de ez nagyon régi, ugye a fekete macska hagyományosan, ugye az ördöggel azonos, tehát a fekete szín, tehát ez egy régebbi keletű, de masszívan tartja magát. Habár még ugye nagyon az év elején vagyunk, januárt írunk, de egész évben vannak ilyen hiedelmek, amelyek meghatározzák vagy a következő évet, vagy a jövőt, vagy a következő időszakot, időjárást, évszakot. Melyek azok a legjellegzetesebbek, amik 2014-ben majd figyelnünk kell dátumokat, és ahhoz kötődő hiedelmeket? Hát, hogyha visszautalhatok még ugye a tavalyi év Luca napjára, ugye aki készített Luca naptárat, az tudhatja, hogy a mai nap, tehát a mostani hónap január egy szeles, száraz hónap lesz, mivel december 14-e ilyen szeles, száraz hónap nap volt. Tehát ugye ez a Luca naptár, ugye a Luca nap és a karácsony közti napok megfelelnek a jövő év 12 hónapjának időjárásával, akkor ezt meg tudjuk figyelni. Tulajdonképpen a medár napja az, ami a leginkább
vitákat ez vált június, ki. Ugye? Június 8-a medár napja, és akkor ugye, hogy 40 napos esőzés. Voltak olyan évek, nem is olyan régen, amikor ez pontosan beigazolódott. Igen, máskor én is emlékszem rá, tínédzserként én ezt számoltam. Így van, és nagyon sok esős nap van, viszont esőmentes nap is beleesik ebbe a 40 napba, tehát ez talán már változó. Sokan azt mondják, hogy mivel ugye változik az éghajlatunk, kevésbé megfigyelhetőek ezek a jelenségek, vagy kevésbé hitelesek. Hol lehet utána nézni a hiedelmeknek, babonáknak? Hát a néprajzi szakirodalomban természetesen. Nagyon érdekes, hogy ez a terület, tehát a hiedelmek, hiedelemmondáknak a gyűjtése már a 19. században is felkeltette a kutatóknak az érdeklődését, és hát a 20. század első felében, az 1920-as években pedig babona szótár is keletkezett a Szendrei Ákos jóvoltából, tehát aki összegyűjtötte azokat a tárgyakat, azokat a toposzokat, amik köré valamilyen hiedelem. Mekkora ez a gyűjtemény? Hány szóból áll ez a szótár? Hát most ezt így pontosan nem tudom megmondani, de nyilván több ezer szóról van szó, tehát ez egy elég terjedelmes babona szótár, és hát természetesen a néprajzi szakirodalomban legtöbb helyen, tehát nagyon sok helyről vannak hiedelemközlések. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgethettünk, és hát akkor remélem, hogy azért jó évünk lesz idén is. Boldog új évet önöknek is. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek. Ne felejtsék el, hogy játszunk. Azt kérdezzük ma önöktől, hogy mikor van a szerb karácsony. Egy dátumot várunk, hogy írják meg nekünk ezúttal SMS-ben a 0620-56-06-956-os telefonszámra. Ez egyébként nem emeldíjas, és január 7-ig küldhetik el ide a megfejtéseket. Nyerhetnek egy 5000 forintos vacsorautalványt az Art Hotel Szegedbe, belépő jegyet a napfényfürdő Aquapolisba, egy hetes ebédházhoz szállítást, bérletet Wing Chun edzésre, továbbá a Tip Top Service 2500 forintos utalványát, melyet háztartási javításokra lehet beváltani. Több mint 300 párlatot kóstoltak meg a keceli pálinka versenyen idén. Az utóbbi években egyre nagyobb kultusza van ennek a hungarikumnak, és párhuzamosan egyre többen készítenek saját pálinkát is. A kecelihez hasonló fesztiválokon a kulturált fogyasztás mellett a minőségi italok elkészítése a cél. Idén a legjobbnak a Főzőmester Kft. Által érlelt tokai törköly pálinka bizonyult. Hungarikum szó hallatán a legtöbb embernek a gasztronómia, fűszeres, paprikás ételek jutnak az eszébe. Ezzel valószínűleg a Magyarországra látogató külföldi vendégek is így lehetnek, akik azonban a finom pálinkák borok reményében is felkeresik a csárdákat, éttermeket. Magyarország éghajlatának köszönhetően neves a gyümölcs termővidékeiről, amelyekből 22 van. Magyarország egészéről neveztek, ez egy óriási dolog ezen a regionális versenyen, hiszen egészen Tokajtól Sopronig, illetve Nógrádtól egészen a Bácskáig neveztek résztvevők a versenyre, és ott nem csak Magyarországról, hanem külföldről is neveztek, a Kárpát-medencéből, illetve Bulgáriából is érkezett nevezés. A megmérettetés egyik fő célja újra teremteni azt a közösségi érzést, amit egykoron a pálinka főzés jelentett az emberek számára. A pálinka, törkölypálinka és párlatversenyen idén 328 nedű vizsgázott. A házigazda keceli iskola immár 6. éve szervezi meg a seregszemlét, 2014-ben pedig az országos versenyrendezési jogáért is harcba szállt. Én azt láttam, hogy mindenki beszél mindenről, mindenki ígér mindent, cselekedni nem cselekszik mindenki. Mi abba a táborba szerettünk volna tartozni, ahol tesznek valamit a jövő érdekében, a jövő fiatalságáért, és ezért tettük. Nagyon nehéz volt a zsűri dolga, először is azért, mert nagyon nagy mennyiségű párlatot, illetve pálinkát neveztek a versenyre. Összesen 328 minta érkezett, és azt le kellett bírálni. A szakmai zsűri ezt a 328 pálinkát lebírálta, a társadalmi zsűri 18 pálinkát, pálatot neveztek. Ez tegnap este történt, pénteken este egy kicsit oktatás, pálinka ismeret átadása keretében. De azt hiszem, hogy ezt a nehézséget legyűrte a zsűri. Ezek a versenyek, ezek azt
hozzák ki az emberekből, hogy mindig valamit hozzáadjanak. Mindig keresik a megoldást, hogy hogyan lehet jobb minőséget előállítani. Ez egy nemes verseny. Addig is meg elkészítették az UK pálinka főzdékben a pálinkát. Az valóban veszélyes volt. De amikor az embereknek már nyilvánosan, nyugodtan lehet a saját eszközeikkel a család részére pálinkát előállítani, ez az európai, ez az emberséges megoldás, és meggyőződésem, hogy ez a jövő útja. A Keceli Fesztiválon a kereskedelmi, a bér és a magánfőzőknek is lehetőségük van megmérettetni termékeiket. Évről évre több minta érkezik a versenyre, ez a pálinkák otthoni főzésének is köszönhető. Nagyon szép pálinkákkal találkoztunk, voltak különleges pálinkák is, főleg a vadgyümölcsök között, illetve az élelt kategóriába voltak különleges pálinkák, párlatok, de egészen különös színfontja volt a versenynek azoknak a bulgár baracknak, illetve az őszi baracknak a minősítése. Otthon is lehet pálinkát főzni, az emberek kreatívak, az emberek a saját gyümölcsfáikat elültetik, magas minőségű, érett, tiszta gyümölcsből készítik a pálinka alapanyagot, és ez az egészségre nemhogy ártalmas lenne, hanem pozitív hatással van. A több mint 300 mintát szakmai zsűri bírálta el, melynek tagjai 5 szempont alapján mérlegeltek. Először is a pálinkának az illat tisztasága, az illat karaktere, az íz tisztasága, az íz karaktere, illetve a harmónia. Nyilván bent van a nevében, hogy mit bírálunk ilyenkor. Ugye az illat tisztaságnál a technológia tisztaságot, ami az ízben is vizsgáljuk. Az illat karakternél a gyümölcsösséget, a frissességet. Az íz karakternél a pálinkának a hosszúságát, a tartalmát, a különböző összetevőket, illetve a harmóniánál pedig azt, hogy a különböző természetes aromák mennyire azonosulnak egymással, mennyire erősítik egymást. Az íz, illat és harmónia tekintetében is egyöntetű volt a zsűri véleménye. A verseny legjobb pálinkája idén a Főzőmester Kft. Által érlelt Tokaji Törköly pálinka lett. Szilva, körbe, cseresznye, éljen a haza egészségünkre! Erős, mint a három forma, csizma szára, csizma szára. Szilva, körte, cseresznye, éljen a haza egészségünkre! Több vajdasági családnál kétszer jön a Jézuska, vagyis december 24-én és január 6-án is. Hogy ennek mi az oka, erről kérdezem Bracán Krisztifort, vezetőt, a Bánátszer Kulturális Közhasznú Egyesület részéről. Jó estét kívánok, köszöntöm. Szóval, hogy is van ez? Hát elsősorban azoknál a családoknál, ahol vegyes házasság van, akkor ott nyilván ünneplik mind a két karácsonyt, aminek én személy szerint nagyon örülök, tehát ez a 2-3 hét, ez teljesen az ünnepről szól. Mi, akik a hagyományokat ápoljuk, őrizzük és komolyan dolgozunk azon, hogy ezek fönnmaradjanak, nyilván mi el vagyunk foglalva jobban a mi karácsonyaink körül. És hát ez jelenti, hogy január 7-i föllépésű műsorunk, tehát rengeteg tennivaló, és ezért sokkal jobban tudunk pihenni a katolikus karácsony körül, amikor tulajdonképpen semmi dolgunk nincsen, mi akkor a család másik feléhez járunk ünnepelni, jól érezni magunkat, eszünk, iszunk, és az egy igazi komoly pihenés. Mert hogy akkor tisztázzuk is, hogy hogyan van ez a katolikus karácsony és az ortodox karácsony. Miért van a csúszás? Hát ugye a Julianus és a Gergely naptár, tulajdonképpen az eredeti a Julianus naptár, ami január 7-ére esik. A Gergely naptár 13 nappal előzte meg ugye a görög keletit. Az egyházak szétválásakor a két, ugye a katolikus és a pravoszláv egyház a két irányba indult el, és a 13 nap ebből. Habár ugye induláskor nem volt 13 nap, és ez folyamatosan a több száz év alatt mozdulni fog. Tehát 200 év múlva nem föltétlen 13 nap, mert ez mindig a csillagok és a más egyéb dolgokhoz kötődik. Ez így van. A napcsúszástól eltekintve maga a karácsony az ugyanúgy zajlik? Alapvetően ugye maga az alap mind a kettőnél ugyanaz. Most mindenki egy kicsit idővel a saját érzéseire, szokásaira formálta. Nyilván ezt az egyházak is így tették, ezért némi apró különbség van. Mindenki a saját kis népérzés kultúrájához kapcsolódó
szép és praktikus dolgokat belevitte, mint ahogy akár két népisletnél is megvan a különbség, így a szokásoknál is. És ugyanúgy 3 napig ünnepelnek? Így van, tehát nálunk ugye karácsony böjtje, és utána 1., 2. és 3. nap. Elég intenzíven őrizzük és ápoljuk ezeket, tehát mint említettem, az előbb elég sok tennivaló van, sok hagyomány, élő hagyomány van már, amit tulajdonképpen 30-40 év alatt azért alvó hagyományként működött, ugye az előző rendszerben nem igazán volt ez aktuális és praktikus. Mi ezt igyekszünk az utóbbi 15-20 évben a fiatalokkal, és ezáltal a fiataloknak átörökíteni, átmenteni ezeket a hagyományokat, és sok ilyen hagyományt felébresztettünk, amelyeket ma ápolunk. És ami nagyon érdekes, hogy és beszélünk arról, hogy a két hagyomány és a két karácsony hogyan zajlik, hát itt is azért tudni kell, hogy a mi közösségünk egyre fogy, egyre szűkebb. Habár, hogyha jól tudom, Magyarországon még mindig 4000 szerbet tartanak számon, körülbelül hát, a statisztikai adatok szerint, de nem biztos, hogy jó ez az adat. Valószínű, hogy nem helyes ez az adat, nem valós képet mutat, mi azt gondoljuk, hogy... Kevesebbre tippelítünk? Kevesebb. Tehát egy olyan 2500 és 3000 köré gondoljuk ezt a számot, habár a legutóbbi összeírásnál 14 000 volt a létszám, nyilván ez a 90-es évek óta áttelepült, és ami számunkra is meglepő volt, itt a környező városokban, mint például Móra, Halom, Makó, Szeged, például Szegeden 1400 ember vallotta magát szerb nemzetiségűnek. Érdekes, nem tudtunk róluk, hát keresjük nyilván ezeket a pontokat, ahol meg tudjuk őket szólítani, és esetleg valamilyen úton módon bevonni a közösség életünkbe. Mert... Az önök egyesülete deszken működik, ez szerintem így nem hangzott így el. Van. Így van, deszken működik, és hát ugye 2 éve átadtunk egy központot, oktatási és hitelti központot, amely hivatott egy bizonyos időn belül reményeim szerint egy regionális szerepet átvenni, ugyanis itt a régióban egyedül nekünk működik már 65 éve kulturális egyesületünk, és azért be kell azt is hallani, hogy ma a kultúra és a kulturális egyesületek, a civil szervezetek igen kiemelt szereppel bírnak, és talán át is vették valahol ezt a funkciót. Még egy nagyon picikét maradjunk a karácsony témakörnél. Érdekelne majd az is, hogy mi kerül önöknél az asztalra, de első körben, ha már az oktatást említette, az is érdekelne, hogy hogyan működik ez az oktatási rendszerben, hogyha főleg itt Deszken például, hogy hosszúra nyúlik a téli szünet? Vagy ilyenkor hogyan oldják meg? Nem, hát az oktatási rendszerben természetesen a magyar oktatási rendszerhez illeszkedve. Annyi különbséggel, hogy nyilván a mi karácsonyunknál, a szerb iskola lévén, akkor, de ugyanígy gondolom a román iskoláknál is van az első és a második napnál egy szünet, amit nyilván majd utána később le fognak dolgozni. Ez vonatkozik a húsvétra is, amikor nincs együtt, bár az idén majd megint csak együtt lesz április 20-án. Ezt ők más napon, szombaton vagy heti beosztással ledolgozzák, így van. Ez a mi időnkben is így volt, tehát ez nem jelent különösebb problémát. A menü, a karácsonyi menü az picit egyedi abból a szempontból, hogy kerülnek olyan ételek az asztalra, amelyek egyszer egy évben és csak ekkor, tehát karácsonykor kerülnek az asztalra. Tehát szenteste az a klasszikus böjti. Családonként változik, de alapvetően a bab, újabban hozzánk is bejött már a hal, böjtös tésztafélék, tehát alapvetően ezek, a dió, a méz. Próbálnak húsmentesen? Igen, másnap, a karácsony első napján, akkor az is tulajdonképpen klasszikus, sok különbség nincs, több száz éve élünk itt, nyilván mi is átvettük azokat a... És aki nem él itt, tehát Szerbiában? Nyilván, tehát nem tudjuk összehasonlítani már Vajdaságot sem Dél-Szerbiával, mindenhol megvannak azért a tájjellegű klasszikus dolgok, tehát lent Belgrádot már főleg birkát, akkor följebb ugye nyilván disznó és a marhahús, ami jellemző. Nálunk van egy érdekes, amit kiemelnék, a leves, a pörkölt és a más egyében kívül. Sült kacsa például, ami egy kolbásszal körben tekerve, és a csőrében, tehát a fej is marad, és a csőrében egy egész dió van, és hát nyilván a klasszikus csésznica, ami tulajdonképpen egy sütemény, de ez egyszer egy évben készül, és ekkor karácsonykor picit hasonlít, egy pénzérme van benne, ezt apáról, fiúra, generációra átadják, ezt amikor valaki megtalálja, akkor fölkerül az ikon fölé, ha lány találja, akkor abban az évben férhez megy, bőségen házra, és stb. Tehát sok
Akkor itt is vannak népi hiedelmek, ugyanúgy, mint nálunk. Így van, így van. Hát nyilván ez erről szól, ilyenkor ezek előkerülnek, és ki mélyebben, ki kevésbé tartja ezeket. Nálunk még a mai napig is beviszik a bál a szalmát, szétterítjük a lakásban, és három napig az ott van. Tehát ahogy a Jézuska hozza klasszikusan, kopogok az ajtón, be fogom vinni, ha bár a gyerekek már 21 és 18, ugyanúgy megkérdezik. De olyan jó visszacsöppenni a gyerekkorban milyenkor. Így van, ez egyszer történik, és ezt várjuk, és csak akkor fog tovább működni, ha ezt mi most is így ápoljuk. Tehát majd bízom benne az unokáknak is, hát tudjuk ezt adni, és ők biztos, hogy kicsiként ugyanúgy fogják várni, mint ahogy mi vártuk. Biztosan így lesz. A karácsony az egy családi ünnep, az Egyesület ettől függetlenül ünnepelne majd közösen. Természetesen 30-40 éve január 7-én karácsony első napján van önálló estünk. Idén ünnepeljük a 65 éves fönnállásunkat, úgyhogy egy kicsit a karácsonyi műsoron túl mutatva lesz egy komolyabb ünneplés is, megemlékezés. Ez már nálunk megszokott, nyilván sok feladattal jár, és nem csak a karácsonyi műsor január 7-én, hanem előtte 6-án a Szenteste napján kivágjuk a bádnyákot, ez egy tölgyfa, fiatalok együtt kivonunk a legközelebbi erdőbe, ott megszenteljük a fát, kivágjuk a vállunkot, behozzuk, ez este meg van szentelve, gyújtunk egy nagy tüzet köré, a pap fölszenteli, és akkor itt forralt borozás, borozgatás, forralt pálinkázás, és akkor a tűzugrás, tehát rengeteg, akkor karácsony harmadik napján a fiatalok a zenekarral járunk házról házra, kitakarítani a karácsonyt, hogy összeszedni a szalmát, ez egy... Izgalmas programok várnak akkor önökre. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt, és hát irigy vagyok, hogy önökre még vár a karácsony. Nagyon szívesen tettem, és mindenkit sok szeretettel várunk, ugyanis ezek a közösen ünnepelt karácsonyi ünnepek már nyíltak. Mindenki a kis családi körében megünnepli, de ezen kívül mindig kerítünk időt, hogy közösen is meg tudjuk ünnepelni. Nagyon szépen köszönöm. Kulturális rovatunk és az év első adása is véget ért. A játékot azonban még nem zárom le, ha tudják, hogy mikor van a szerb karácsony, akkor írják meg nekünk a 0620-56-06-956-os nem emelt díjas telefonszámunkra január 7-éig. Nyerhetnek egy 5000 forintos vacsora utalványt, amelyet az Art Hotel Szeged ajánlott fel, 2 darab belépőjegyet a napfényfürdő Aquapolisba, 2x egy heti menüházhoz szállítást, amelyet Zubor Péter házias kifőzdéje kínál. Egy hetes bérletet gyermekek részére Wing Chun edzésre a TM World felajánlásában, továbbá a Tip Top Service 2500 forintos utalványát, amelyet háztartási javításokra lehet felhasználni. Sorsolni pedig egy hét múlva, január 9-én fogunk, jövő csütörtökön tehát körút, tartsanak velünk akkor is, további szép estét kívánunk! A körút dekorációját a Mákvirág virágüzlet készítette.